Sziasztok, sziasztok! Köszöntök még egyszer mindenkit itt a Gyergyói Székely Rádióban. És akkor új műsor, és az új műsor neve telefonos kvíz játék. Minden órában egy-egy személy telefonos kvíz játékba fog részt venni. És akkor már is hívom az első jelentkezőt, és lássuk, ki lesz ő, és mennyit fog elvinni. Mennyi GS tallérra lesz gazdagabb? Szurkoljunk közösen! Igen, tessék! Halló, bello, szia, szia, köszöntelek! Halló, sziasztok! Első kérdés így bemelegítőként, hogy hívnak? Gál Máté. Honnan vagy, hol laksz? Kelenképből vagyok. És hány éves vagy? 21. Isten éltessen! Köszi. És egy utolsó bemelegítő kérdés. Izgulsz-e? Hát egy kicsit. Az kicsit? Hát így van. Na és akkor még kérdezgetek. Ugyebár a játék során lehet válaszokat is kapni, de azt most a játék elején kell leszögezzük, hogy szeretnél válaszokat kapni, A, B választ, amiből egyszerre csak egyet mondok meg, vagy válaszok nélkül szeretnéd lejátszani ezt a telefonos kvízjátékot? Hát, inkább úgy gondolom, hogy legyen A és B. Rendben. Tehát A és B válaszokkal játszunk, így a pénzösszeg felét viheted el. Tehát, ha mit tudom, nyersz 80 GS tallért, akkor abból csak 40 GS tallért vihetsz el. Tehát, ugyebár könnyebb is A és B válaszokkal játszani. És egyszerre csak egyet mondok, például az A, és ha azt elfogadod, akkor oké, de ha nem fogadod el, akkor megmondom a B-t is, és akkor kötelezően már az kell elfogadjad. Nos, kezdhessük-e? Hát, kezdhessük. Kezdhessük. Hát sok sikert neked, és minél több GS tallérra legyél gazdagabb, és megkérem a kedves csetelőket, hogy ne segítsenek. Nem szabad segíteni, és 10 másodperc alatt kell egy-egy kérdést megválaszoljál. És összesen 1280 GS tallérra lehetsz gazdagabb, ha végiggurulunk mind a 9 kérdésen. Nos, első kérdés 5 GS tallérért. Hány éves fennállását ünnepelte az idén a Gyergyói Székely Rádió? Az A válasz 2. Hát, a B válasz lesz jó. Tehát azt mondod, hogy az A válasz nem jó. Igen. Akkor nézzük a B választ. A B válasz 3. Tehát 3 éves fennállását ünnepelte az idén a Gyergyói Székely Rádió. És helyes. Tehát 5 GS tallérra már gazdagabb vagy. Mit szeretnél? Mit szeretnél, megállni, ezt hazavinni, vagy tovább folytatni a játékot? Hát tovább folytatok. Na akkor folytassuk. És a második kérdés 10 GS tallérnál tartunk. Mi Portugália fővárosa? A válasz Dublin. Elgondolkodtatok. Portugália főváros. Maradjon ez. Maradjon ez, Dublin? Maradhat. Megkockáztatom. Maradjon Dublin. Azt mondja Gál Máté, hogy Portugália fővárosa Dublin. Nézzük,
Helyes a válasz, vagy helytelen? Sajnos nem jó a válasz. A B válasz a jó, Lisszabon. Gál Máté, hát sajnálom, ezzel véget is ér a játék, hiszen egy rossz válasznál már véget érem, és így 0 GS tallérral lettél gazdagabb. Nem baj, megpróbáltam meg a játékot. Még megpróbálhat máskor is, esély az van, tehát köszönöm szépen, hogy itt voltál, játszottál, és máskor több sikert. Én még annak örülök a legjobb, hogy itt lehettem, a Féter Rádióban. Én is örülök, hogy itt voltál, további jó szórakozást, és remélem nincs semmi baj, hogy nem vittél haza a GS tallért. Nincs, nincs, a játék az ilyen. Így van. Vagy nyersz, vagy nem nyersz. Vagy nyerünk, vagy nem. Köszönöm szépen, Gál Máté, hogy itt voltál, további szép estét, hallgass a Gyergyói Széke Rádiót. Mi a motto? Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem. Gyergyói Széke Rádió, az a rádió, ami a szívetekhez szól. Így van, hát szép estét. Szia, Báti! Talán szép estét! Neked is! Hello! Gál Mátét hallhattátok, kedves rádió hallgatók, és sajnos neki nem jött össze megnyerni a sok-sok GS-t allél, de hát ha 22 órától a következő játékos több GS-t allért fog nyerni, mint Gál Máté. Kedves rádió hallgatók, nyilvánság műsor folytatódik, és következő telefonos kvíz játék 22 órától lesz. Sziasztok, sziasztok, kedves rádió hallgatók, újra és újra 22 óra van, és telefonos kvíz játék, és tárcsázom is a következő versenyzőt. Lássuk, ki lesz az, ki fog játék keretén belül sok-sok GS tallért elvinni. És akkor telefon túloldalán nem más, mint a telefonos kvíz játékunk részvevője. Halló, bello, szia, köszöntelek itt a kvíz játékba, a telefonos kvíz játék. Meghallok te, de jó, mindegy, komoly leszek, megpróbálok nyerni, te bár 2 millió eurót, vagy mit kell nyerni? GS tallért, Gyergyói Széke Rádiós tallért. De nekem már megnyertem 20-at? Nem nyertél meg 20-at, hogy nyertél volna meg 20-at? Hát de te mondtad, hogy 20-nál folytat. Jó van, tehát Máté... Na, de tegyél 2 könnyű kérdést. Na, rakok 3-4 könnyű kérdést, jó? Hogy hívnak? Jó, Istenem, mit? Hogy hívnak? VR, vagyis nem, Veres Robi, István is. Hol laksz? Most itt Nigériában. De otthon lakok, vagyis na, Bonyhánk. Hány éves vagy? Hány éves vagyok? 26 éves vagyok, és 6 hónapos, igen, majd. Na jó, és akkor... Hány tallérom van? AB válaszokkal szeretnéd a játékot, vagy válaszok nélkül? Gondolom, nem tudom, te nehéz kérdések vannak őszintén. Hát vannak, nehezek, könnyűk, minden van. Hát ha válaszokkal kéred, akkor az összeg felit viheted el. Jó, csak felit is, mi 69%-át akarom. Na jó, te legyen egy ilyen, hogy fele-fele, mert nem azért te, de én Mátétől megijedtem, mert a másodiknál kihullottnak elment a bátorságot. Na jó, hát akkor AB válaszokkal, és először... Próbáld lassan olvasni a kérdéseket, hogy értsen meg. Oké, rendben. És akkor első kérdés, 5 Gyergyói Széke Rádiós tallérért, mi Norvégia fővárosa? A válasz Helsinki. Te, Helsinki a Finország, nem jó. Nézzük a következőt, azt mondja VR Helsinki, nem, B. Oszló kell legyen. B. Oszló. Megnyertem, yes!
Yes, igen, helyes, helyes, tehát már van 5 GS tallírod. Megyünk ja, tovább, vagy megállsz? Mit álljak ülök, nem állok. Nézd tovább? Igen, nem meg tovább. Jó, következő kérdés, 10 GS tallírért. Melyik évben volt a mohácsi vész? A válasz... Istenem! A válasz 1626. Mennyi? Melyik évben volt a mohácsi vész? A válasz 1626. Na, szerintem nem. Hamarabb volt. Nézzük a következőt. Hát nem vagyok biztos benne, de nézzük, igen. Hát most mit... 1526. Hát szerintem ez lesz az. Igen, helyes a válasz, helyes. Nyertem! De igen, nehezek a kérdések volt. Hát, te nehezek. Hát, de segítség nélkül, hát hogy mondtam volna, mert édes gazdag, nagyon kérdés, mondja tovább. Na jó, és akkor 20 GS talléros kérdés következik. Hát te fősvén vagy. Na mindegy, elmagyarod. 20 GS talléros kérdés következik. Milyen jeles névnap van augusztus 20-án? A válasz László. Nem, Szent István, én is István vagyok, nyertem. Menjünk tovább, oké? A B. István, helyes, nyertél. Yes, yes, már van egy csomó tallérom, Istenem, mennyi van? Eddig van 10 GS tallérot, 20-asnál vagyunk. Csak annyira. Hát 20-asnál vagyunk, és válaszokkal kérted így csak. De ha most nyered, akkor már biztos lesz az. Így van, ha a következőt megnyered, 20 GS tallér a tiéd. Na. De állj meg egy kicsit, így egy kortyot, várj. Na, igen, jó. Na és akkor na következő kérdés, 40 GS tallérért, hol élnek a pingvinek? A válasz északi sark. Hát de hogy értetted? Hát hol élnek a pingvinek? Az északi sarkon. És még a másik, jaj, nem mondhatom. Nem mondhatom meg. Ja Istenem, hát szerintem ez lesz a jó, ha kiesek az istok, északi vagy, a másik mi? Jaj, na mindegy, ebbet hagyom, mindegy, nem tudom. Az A válasz? Egy A válasz, maradjon ez? Nem maradjon ez. Csetelők nem szabad segíteni. Hogy? Csetelők. Nem, én kislépek a rádióra, de nem tudom, na maradjon ez, kikaptam ki. Maradjon ez? A válasz, északi sark, sajnos nem jó. Az istok faszába, jó! Kárta kéz, de atya jége, de milyen hülye kérdése? A déli sarkon élnek a pingvinek, és az északi sarkon a jeges medvék. A jelgeskedben húzta belé a nagyon jó, addig tovább, majd legközelebb. Aztán, de bár kérhetek egy zenét, mikor. Nos, sajnálatos módon VR, hát nem lettél gazdagabb. Tallérra. Egy károt máma meginni öt sőt, de mások tudták, hogy ott vannak te a pingvinek. Igen, Babica írta a cseten, hogy déli. Súgott. Na milyen, sajnálom, majd következő alkalommal újra játszol és nyersz. Holnap is lesz játék? Hát mikor én műsorban vagyok, akkor lesz telefonos kvíz játék. De bakker, ilyen nehéz kérdéseket életemben nem hallottam. Na jó, nehéz. Na jól van. Mindenkinek jó estét, neked meg jó. Köszi szépen, szevasz VR, köszi, hogy itt voltál és játszottál. Tehát ez lett volna a telefonos kvízjáték, és sajnálatos módon újra és újra nem tudtam kiosztani pénzösszeget, és megyünk tovább, folytatódik a kívánság műsor, következő kvízjáték 23 órakor lesz, maradjatok velünk, addig is hallgassátok a Gyergyói Széke Rádiót.
22 óra és 33 perc, kedves rádió hallgatók, telefonos kívánság, nem kívánság, hanem telefonos kvízjátékunk harmadik része következik a mai est folyamán, 2015. szeptember 16-a is, 22 óra és 33 perc, és lássuk, ki lesz a következő résztvevő játékos a telefonos kvízjáték során, és szorítsatok! Szól a telefon. Halló, szia, köszöntelek. Szia. Köszöntelek itt a kvíz, telefonos kvíz játékba. Hogy vagy? Hát, jó vagyok. Kicsit hangosabban tudsz beszélni? Megkérlek szépen. Mondom, izgulok nagyon. Izgulsz? No, egy kis bemelegítő kérdések, ahogy a többieknél is volt. Hogy hívnak? Bakó Vitabella. Hány éves vagy? 15 éves vagyok. És hol laksz? Szentmárnémetiben. És azt már kérdeztem, hogy izgulsz-e? Mondtad, hogy igen. Jó, és akkor vágjunk is belé, kezdhessük? Jaj, hát igen. Kezdhessük. Az 5 GS talléros kérdés következik. Ki a Gyergyói Széken rádió tulajdonosa? A. Válasz, Robert. Igen, Robert. Helyes a válasz. Tiéd az 5 GS tallér. Megyünk tovább? Igen. Rendben. 10 GS tallérért a következő kérdés. Mi Ausztria fővárosa? A. Válasz, Pozsony. Nem. Nézzük a következő választ. Igen. B. Válasz, Bécs. Igen. És igen, helyes! 10 GS tallér már a tiéd. Megyünk tovább? Igen. 20 GS tallérért következik a következő kérdés. Melyik évben csatlakozott Varga Tünde a Gyergyói Széken rádióhoz? A. Válasz 2014. Azt nem igen. Biztos? Nem. A. Válasz 2014. Mi legyen? Nem. Nem. Nézzük a következőt. Igen. Nézzük a B. Válasz 2013. És nézzük, helyes vagy nem helyes. Helyes! 2013. október 19-én csatlakozott Varga Tünde a Gyergyói Széken rádióhoz. Gratulálok! 20 GS tallér már a tiéd! Mi legyen? Megyünk tovább? Igen. Megyünk tovább? Igen. Oké. 40 GS tallérét következik a következő kérdés, és ha ezt eltalálod, megnyered, akkor már garantáltan ennyi pénzösszeggel mehetsz haza. És akkor 40 GS tallérért a következő kérdés. Melyik struccfajta él Ausztrália területén? A. Válasz, emu. Nem hinném. Nem hinnéd? Nézzük meg a következő kérdést, vagy is választ. Igen. B. Válasz, nandu. Aztán igen, de nem tudom. És akkor nézzük, hogy helyes-e a nandu. Sajnos nem helyes. Az emu Ausztrália területén él, a nandu Dél-Amerikába és az afrikai struc Afrikába él. Háromfajta struc létezik. Sajnálom. A játék véget ért és pénzösszeg 0 GS tallér. Sajnálom. Örülök, hogy itt voltál, remélem nem bántad meg, még jelentkezhetsz máskor is, és máskor több sikert kívánok. Köszönöm. Nagyon szívesen, szép estét neked, tovább is hallgasd a Gyergyói Széken rádiót. Mi a motto? A rádió, amely a születet szól. Így van, hát egy ilyet kellett volna kérdezzek, és biztos megnyerted volna. Igen. Nos,
köszönjük szépen, szép estét, szia Izuka! Szia! Izukát hallhattátok, kedves rádió hallgatók, és sajnálatos módon ő se lett gazdagabb GS tallírokkal, de majd következő alkalommal, hiszen lesz szombaton is telefonos kvízjáték 21 órakor, 22 órakor, valamint 22 óra 30 perckor. Ne csüggedjetek, lehet még jelentkezni, és minél több pénzt elvinni.